A mai adásban Ramsey séf úti célja az Old Hitching Post, Hanson, Massachusetts. Tragédia. A tulajdonos annyira makacs. A friss étel nem jobb fagyasztva. Nem számít fagyasztott vagy sem. Annyira elfogult. Sértés Amerikának. Errefelé ezt szeretik. Hogy nem veszi észre, miatta megy tönkre az étterem. Ne mondd ezt. Az éttermet lányának, Andreának vette. Azt kell tenni, amit mond. Kezdek megharagudni. De 6 év után sem engedi át neki a vezetést. Menni fog. Nem vagy kész rá. Mi? Mindent ő akar irányítani. Csend! Soha többé ne tedd! Az étel ehetetlen. Nézd ezt! Fagyasztott. Undorító! De Tomot nem zavarja. Semmi baja. Ugyan! Ramsey séf teljesen kikészül. Nincs semmi baja. Egy idióta tökfej vagy. Mindegy, mit mond. Valld be, hogy rossz. Nem rossz. Tom nem hallgat rá. Nem érdekel, ki vagy te. Ramsey vagy nem Ramsey. Eljött a harc ideje. Bármikor kész vagyok kiállni ellened. De nem biztos, hogy ezt a csatát Ramsey séf nyeri. Majd én megmutatom neki. Igen. Adósság, tagadás, csapás. Ételek. Balhék. Gusztustalanságok. Bezárás. Szenvedély. Érzelmek. Kapcsolatok. Álmok. Gordon Ramsay, a konyha ördöge. Hanson, Massachusetts, összetartó kis közösség, alig 25 mérföldre Bostontól. 2005-ben a vendéglős Tom Caceras megvette a város egyik alapkövének számító éttermet, az Old Hitching Postot. Az első éttermeim sikeresek voltak. Tom, tulajdonos. Aztán akartam még egyet, hogy a legnagyobb lányomra hagyjam. Ő is étterem tulajdonos akart lenni, mint az apja. Jó estét, Old Hitching Post. Andrea, Tom lánya. Mindig arról álmodtam, hogy saját éttermem lesz. Így rendkívül izgatott voltam, amikor megszereztük. Erre tessék. És bár apám nekem vette a helyet, az övé a döntő szó. Hol voltál? A konyhában, és te? Azt mondtam, hogy foglalkozz a panaszokkal. Janice van elől. Menj oda te is. Menj te. Nem, te. A lányom bármilyen jó is, nem tudja, mivel jár egy ilyen nagy étterem vezetése. Tegyük fel, holnap elmegyek. A lányom 3 hónapig bírná. Ez az igazság. Tom azt mondja, Andrea nem tudja, hogyan kell számlákat fizetni. Janice, üzletvezető. Van szükség. De az a helyzet, hogy Tom nem engedi, hogy megtanulja. Azt hiszi, egyedül csak ő képes irányítani az éttermet. Andrea, emlékszel, mit mondtam? Nézd meg, hogy a vendégek... Apa, nézd nyugi. Meg most! Nyugi! Tom úgy kezeli az éttermet, mint a saját országát. Nem ízlik nekik az étel. Ne mondd ezt! Mindenkit megőrít. Mindig így viselkedsz a hátam mögött? Az egyetlen jó döntés az ő döntése. Ne csináld ezt! Oh. Menjetek vissza dolgozni, mind! Kevin, szakács. Én vagyok a legjobb, tudom, mit csinálok, te meg buta vagy. Ez volt a legbutább dolog, amit valaha láttam ebben a konyhában. Nézd, az van, amit én mondok. Hogy miért? Mert én mondom jól. Tomnak köszönhető, hogy rosszul teljesítünk. Például az alapanyagok, amiket kapunk. Nem a legjobb minőségűek. Néha egyáltalán nem jók. Nem ízlet nekik. Hát elég nehéz ilyen silány termékekkel. Nem tudom, miért nem megy az étterem. Amióta megvettem az Old Hitching Postot, a saját zsebemből finanszíroztam a nyitvatartásunkat. Istenem, alig bírjuk. Mit tehetnénk? Fizetünk, és kész. Soha nem egyeztem volna bele, ha tudom, hogy 7 év után még mindig ő lesz a főnök. De nem hagyhatjuk itt, mert túl sokat fektettünk bele. Időt, pénzt. Nem tudom, mi marad belőle. Tom alig várja Ramsey séfet. Ramsey séf, itt vagyok! Ezért felajánlotta, hogy értemegy, és beszámol neki az Old Hitching Postról. Hol születtél? Korfun. Az étterem görög, ugye? Nem, nem. Oh. Amerikai. Amerikai? De van néhány görög étel. Értem. Ez a 3. éttermem. Értem. A másik 2 sikeres volt. Jól van. Mikor vetted meg?
6 éve. Értem. A lányomnak. Ajándék. Azért vettem, hogy legyen a családjának jövője. Jövője? Tehát akkor ő vezeti. Nem egyedül vezeti. Én is ott vagyok. Értem. Meg kell tanítanom neki a szakma alapjait. De van egy gondom. Nem érti meg, hogy mivel jár egy étterem vezetése. Oké. Mennyi időt kell rászánni? Nem érdekli? Nem. 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 Na hát. Intézkedhetett volna. De nem valami szorgalmas ember. Elkényeztetett? Nem. Egyszerűen csak makacs. Hogy megy az étterem? Szörnyen. Szörnyen. Szörnyen, szörnyen. Próbálok minőségi ételeket venni. Helyes. Ez nagyon jó. Próbálunk bőkezűen adni, észszerű áron. Jó. De nem megyünk vele semmire. Ez az igazság. Na hát, mennyit buktok egy héten? Hát, kész vagy? Mondd meg. 7-8 ezer dollárt. Hetente? Hetente. Havonta 30 ezeret? Igen. Pontosan. De jó ég. Katasztrófa. És ez a harmadik éttermed. Bevetted a lányodat, és az étterem egyből megindult a lejtőn. Így van. Ez durva. Ez az igazság. Ez az? Jó nagy. Pontosan. Kösz a beszámolót. Legyetek velem teljesen őszinték, hogy egyből tudjam, mi a probléma. Ami a szívemen, az a számon. Na hát, ezt nézzék. Ramsay séf? Hogy vagy? Nagyon jól. Te vagy... Janice, az üzletvezető. Az üzletvezető. Igen, az. Értem. Tom, kijött értem az állomásra. Oh my. Ojaj, ne higgy neki. Tényleg? Igen. Pedig sokat mesélt. Szokott. Tom azt hiszi, hogy ő mindig tudja, mi a teendő. Jól van, hadd üljek le. Kérlek, gyere velem. Nem hiszem, hogy Tom hajlandó lenne változtatni a viselkedésén, hogy hallgatni fog-e majd Ramsay séfre. Szerintem sajnos nem. Szia! Hogy vagy? Jól, Andrea vagyok. Andrea, szia, Gordon vagyok. Örülök. Én is. Hálás vagyok apádnak, hogy elhozott. Igen. Tehát arra készül, hogy átadja neked az éttermet. Igen. Én mindig is ezt akartam. És mi a dolgod? Én irányítom a vendégtérrel kapcsolatos intéznivalókat, és foglalkozok a vendégekkel. De apád a főnök. Igen. Ennyi év elteltével már illett volna képbe kerülnöd a vezetéssel kapcsolatban. Én is készen állok rá, hogy átvegyem az éttermet, de apám még nem akarja. Nem akarja? Nem igazán csinálhatok semmit. Többnyire meg van kötve a kezem. Nehezen engedi át az irányítást. Na hát, ő azt mondta, hogy hiányzik belőled a szenvedély. Ezzel kapcsolatban téved. Akkor miért mondta? Nem tudom, miért mondhatta. Ő is látja, hogy mennyire keményen megdolgozom azért, hogy sikeresek legyünk. A férjem is itt van, és szerintem... A férjed? Itt dolgozik. Értem, és hol? A konyhában. Apád azt is mondta, hogy makacs vagy. De mivel kapcsolatban? Csak azt lehet csinálni, amit ő mond. Azért állítja, hogy makacs vagyok, mert nekem más ötleteim és más elképzeléseim vannak az étteremről. De eléggé elvette a kedvemet a dolgoktól. Megcsappant a lelkesedésem, amióta itt vagyunk. Visszafog. Tudod, megakadtam. És ez idegesítő. Tehát különbözően látjátok a dolgokat, és nem haladtok sehová. Tom, itt van valahol? Szólok neki. Valami nem stimmel itt. Amikor idejöttünk, ez volt a gyermekem. De apának köszönhetően napról napra egyre kevesebb lelkesedésem marad. Kérlek, ülj le. Kösz. Nincs bennem szenvedély? Nem. Nem úgy értettem. Csak azt akartam mondani, hogy nem vagy még kész. Ezt hogy érted? Először is nem tudod, mivel jár az étterem. Időben és pénzben. Apa, ne viccelj, én ne tudnám. Szerinted nem látom? Szívem. Végig itt voltam melletted. Nincs elég tapasztalatod. Hány év tapasztalat kellene, hogy azt az éttermet vezessem, amit nekem vettél? Mi olyan történhet, ami az elmúlt 7 évben nem történt meg? Melyik őtök a makacs? Andrea. Kitől tanulta? Tőle. Az apjától, de...
Először is sem te, sem a férjed nem álltok készen arra, hogy egy ilyen forgalmú étteremmel foglalkozzatok. Először is, fogalmat sincs. A mi hibánk, hogy nincs forgalom, meg kell oldanunk. Oké. Miért nem oldottad meg 7 év alatt? Itt voltál. Hogy oldjam meg, ha nem engeded? Mi az, hogy nem engedem? Mit akarsz? Minden jogod megvolt. Itt? Mihez? Hát a... Semmit sem engedsz. Amikor megírsz egy csekket, azt sem tudod, mennyi pénzünk van. Mert te kiveszed az összeset. Semmi más nem azt intézhetek. Mondom, Andrea, leülsz valaha, hogy átnézd az anyagiakat? Hogy várhatod el tőlem, hogy tudjam, mi a teendő, amikor te csinálsz mindent? Nem. Ez most komoly. Kezdek megharagudni. Én kezdek. Még nem lehet rád bízni. Ha készen állnál, azt mondanád, apa, maradj otthon ezen a héten. Mondom. Menj Szabira. Mi? Én akarom vezetni az éttermet. Tényleg? Nem már, Andrea. Hányszor mondtuk, hogy vonulj vissza. Nem kell annyit bejárnod, boldogulunk. Apa, ezt már 2 éve megbeszéltük. Dehogyis. Mi? Dehogyis. Azt mondom, Andrea, nem vagy felkészülve. Nem igaz. Köszi. Ramsay Schiff most jött rá arra, hogy Tom és Andrea nem értenek egyet Andrea képességeit illetően. Azt mondta, nincs bennem szenvedély. Hogy lehetne, amikor elszívja az összes életerőm? És bár még korai megmondani, kinek van igaza, eljött az idő megkóstolni az ételeket. Ebéd. Szia! Szia! Te vagy... Carla. Carla, szia! Örvendek. Honnan? Hansonból. Itt nőttem fel. Nagyszerű, remek. 26 éve kezdtem. Na hát. Az első tulajjal. Aztán Andrea és Tom. Mindig ellenkeznek? Igen, séf. Értem. Ja, hát... De mindegy. Jól van, kezdjük. Mit ajánlanál? A tőzegáfonyás tőkehalat, ha már itt vagyunk. Áfonyás hal? Igen. Legyen az. Oké. És egy fasírt. Igen. A ravioli itt készül? Igen. Friss ravioli? Friss ravioli. Na hát, azt is kérek. Oké. Köszi. Köszönöm. Carla, pincér. Mindenről azt kell mondanunk, hogy friss. Készüljünk elő. Nem igaz. Oké, Danny. Ellenőrizd a sót. Ramsay Schiff mindent imádni fog az étlapon. Kiválóak. Jó lesz. Kész van a ravioli? Még egy perc. Jó. Tudom, hogy a tőzegáfonya hazájában vagyunk, de a szalvéta, falak, áfonya túladagolás. Hú, ez gyors volt. A homár ravioli. És házi. Hát elnézést kell kérjek, a homár nem friss. De azt mondtad, az. Fagyasztott. Fagyasztott. Igen. Jajajajajaj. Nem is meleg a közepe. Jaj. Fúj, ezt nem ehetem meg. Rémes. Nyilván bolti. Igen. Undorító. Nem eszem meg. Sajnálom. Köszi, Carla. Miért akarna bárki bolti árut enni? Nem értem. Oh, Dan. Igen? Kiköpte. Kiköpte. Amióta megvettem az éttermet, egyetlen panasz sem volt. Egy sem. Áfonyás hal. Áfonya. A citrom. Jól néz ki. Jó, ez mi? Az áfonyás hal. Áfonyás hal. Igen. Te jó ég. Ugyan már, Carla. Úgy néz ki, mint a medve kaka. Igen. És mi ez a víz? Nézd meg ezt. Oké. Hűha. Nem hiszem el. Vizes és íztelen. Abszolút gusztustalan. Jaj.
Bocsánat. Nyers. Ez rémes. Nézd. Íztelen, nyers. Ez meg itt... Egyszerűen lehangoló. Borzalom. Rémes. Oké, mindjárt jövök. Köszi, Carla. Ez rémes volt. Nem ízlik a hal. Mi a baj az áfonyás halunkkal? Nem volt jó. Nem ízlett neki. Hetente egyszer eszem ezt. Az emberek imádják. Esznek egy adagot, aztán hazavisznek még 2-3-at. Neki nem ízlett. A fasírt. A fasírt. Köszönöm. Mikor készült? Ma reggel. Ma? Igen. Jó étvágyat. Rémes. Semmi fűszerezés. Száraz. Borzalmas az állaga, nem olyan, mintha ma csinálták volna, az biztos. Ma csináltátok? Már Isten tudja, hogy mikor készült. Ne mond. Biztos, hogy ma csinálták? Nem, séf. Fagyasztott. Fagyasztott? Igen. Miért csinálod ezt? Sajnálom. Íztelen. És... Íztelen, oké. Fúj. Fúj, oké. Nem lehet fagyasztani. Ki csinálja? Dan Schiff. És kivágták a nyelvét? Köszi. Oké. És tessék. Mi baja? Dan hibázott. Száraz. Túlsült. Fagyasztjuk. Nincs ízlelő bimbód. Hagyjon már. Ramsay Schiff minden pocskondiáz. Sérteget. Nem érdekel, ki vagy te. Ramsay vagy nem Ramsay. Hol a konyha? Ha valaki sérteget, az nagyon megbánja. Sziasztok. Gyertek. Te vagy? Dan. Dan. Gordon vagyok. Örülök. Kevin. Kevin. Spiros vagyok. Spiros, Andrea férje vagy. Igen. Remek. Gyertek. Ez kérem, gusztustalan volt. Az étel régi, íztelen. A homár ravioli gusztustalan. Nem értem, miért árultok boltban vásárolt fagyasztott cuccokat. Dan, megmagyaráznád nekem? Erre nem tudok válaszolni. Jó, így csak katasztrófa lehet belőle. Áfonyással. Áfonyás öntet, vizes penót. Gusztustalan. Nyers burgonya. A fasírtot mikor csináltátok? 2 hetente csinálunk egy csomót, és kiadagolva lefagyasztjuk. Szomorú, szomorú. Az. Mi történik kiengedés közben a fagyasztott hússal? Kiszárad. Grillezitek. Mi történik? Még jobban kiszárad. Így van. Undorító. Szinte lehetetlen minden nap, vagy minden másnap fasírtot csinálni. Képtelenség. Inkább 2 hetente csinálunk egy csomót, lefagyasztjuk, kiszárítjuk, kiolvasztjuk, aztán grillezzük. Logikus. Ugyan már. Azt hittem, tetszeni fog attól, hogy fagyasztott. Azt hitted? Igen, azt. Te mondtad, hogy legyek... De hogy tetszhetne, Tom? Különleges. Grillezett. Ez sértés Amerikának. Errefelé ezt szeretik. Tényleg? Igen. Nem tudsz meggyőzni. Nagyon-nagyon jó étel. Nagyon híres. Messziről járnak érte. Dan, megkóstoltad te valaha ezt az ételt? Igen. És íz lett? Nem. A séf nem szereti a saját főztjét. Van fogalmad arról, hogy ez milyen ostobán hangzik? Igen. De neked ez jó? Nem, nem jó. Akkor ne csináld! Hidd el, hogy azon vagyok, tényleg azon. Húha. Szerinted milyen? Szerintem nincs nagyon miről beszélni. Régi módiak vagyunk. A legjobb esetben is csak elmegy. 1-10-es skálán? 3-4. És azt mondod, Ramsay, tisztelned kell az ételemet. Igen. Ébredj már fel! Ez a valóság. Inkább meg kéne köszönnöd. Hogyhogy?
Hogy soha nem mondod a testvérednek, hogy az étel, amit felszolgálunk, rossz? Folyton mondjuk, hogy nem jó. Miért nem változtat? Nem engeded meg neki. Én soha nem tiltottam. Próbált, azt mondta. Mit nem engedtem? Le akartam venni az étlapról. Ugyan, Dan. Miért nem változtatsz te az étlapon? Nem a mi hibánk. Amit az előbb mondtál, hogy 4 vagy 5. Ennyit adnék rá. Az ételeink jók. Hogy mondhatod Ramsay séf előtt, hogy nem jók? Gondok lesznek. Gazember. Ha igazam van, akkor harcolok. Majd én megmutatom. Addig harcolok, ameddig csak bírom. Tom ragaszkodik ahhoz, hogy az ételeknek semmi bajuk. Az étlapok. Ramsay séf pedig a saját szemével láthatja majd, hogyan reagálnak az Old Hitching Post vendégei. Jól van, tészta, fasírt. Uraim! Hello, séf. Tedd be, légy a sütőbe. Ez kell, ugye? A legrégebbi. Júj, ez mi? Tom! Mi ez? Tintahal. Így veszitek? Így hozzák. Gyerekkorodban ilyen tintahalat ettél? Próbáltam frissen árulni, mint Európában, de nem kellett. Nem kellett? Ja, persze. Még egy fasírt. Ez a fasírt? Igen, fagyasztott. Tom, megharagudtál rám. Azt mondtad, szeresd a fasírtomat. Igen. Hallod ezt? Igen. Rumbatök. Igen. Komolyan? Azt akarod, hogy bókoljak, és nem azt mondjam, hogy szeretem a fasírtodat. De. Bocs, fogadjunk, hogy nem mersz kimenni a vendégeidhez. Hogy megmond nekik, mit kapnak. Nem mondom meg. Nem vagy elég tökös, mi? De az vagyok. Az enyém nagyobb. Erősebb. Nagyobb és erősebb. Tökösebb vagyok, mint ő. Tökösebb vagyok, mint ő, és még fél tucat ilyen. Nem vagy büszke az ételedre. Ha az lennél, nem problémáznál azon, hogy kividd a vendégtérbe. Büszke vagyok rá úgy is, hogy fagyasztott. Akkor vidd ki! Nem akarom kivinni. Túl megalázó lenne kimenni oda 2 darab fasírtal a kezemben. Az nem megalázó, hogy elveszed a pénzüket. Zsebre tenni? Az nem megalázó, mi? Vald be, hogy rossz! Nem rossz. Akkor lenne rossz, ha... Te egy idióta tökfej vagy! Azt hiszed, hogy sikeres leszel azzal a szeméttel? Nem, Tomás! Nem szabadna a konyhában lenned! Tragédia. Igen. Megsütöm és lefagyasztom. Nincs ezzel baj. Az a bajom, Andrea, hogy nem tudom, ki foglalkozik a színvonallal. Érdekel bárkit? Nézd meg! Ez téged képvisel? Nem. A második generációs vendéglőst? Nem. Ha egy nap átadja az éttermet, muszáj lesz tenned valamit. Tudom jól. Téged érdekelhetne. Egyik hiba jött a másik után. Kénytelen voltam belátni, hogy az étteremben teljes a káosz. Carla, miközben rendel? Igen. Jó lenne, ha elmondanád, hogy friss, fagyasztott, vagy kiolvasztott. Oké. Jó, ha tudják. Oké, kapros lazac. A lazac fagyasztott, igen. A kis rák? Fagyasztott. Fagyasztott. A ráktorta? Fagyasztott. Jó, akkor lesz egy Caesar saláta, ami friss, gondolom. Igen. Sajnálom, köszönöm. Köszönöm. A vendégek egy részének nem volt szerencséje. A csirke nem friss. Milyen a fasírt? Mint a tévévacsi, amit a gyerekemnek adok. Finoman szólva. Nem volt finom. Nem hát. Nem hiszem, hogy friss. Nem hiszi, hogy friss? Nem. Miután elég panaszt hallott, Ramsay séf elhatározza, hogy tovább nyomoz a konyhai eljárásokkal kapcsolatban. Dan! Igen? Így veszitek? Tejben? Nem így vesszük. Miért ilyen vizesek? Mert ezek sajnos fagyasztottak. Tudom, bocs. Tom, komolyan! Miért teszed ezt magaddal?
Ezek itt... Miért csinálod? Szagolj bele! Csak szagolj bele! Finom, óceán friss. Finom, óceán friss. Kevin, szólnál Andreának? Andrea! Menj oda! Aj, ne már! Andrea, ráérsz egy kicsit? Gyere! A kagyló, amit felszolgáltok, fagyasztott. Apát tagadja. Na figyelj! Nyugi, apa! El kell mondanom, semmi bajuk nincsen. Ezeket a zacskókat én magam ellenőriztem reggel. Ha fogod ezt a zacskót, ami csak egy napig volt a fagyasztóban, meg ezt itt, akkor meglátod, hogy ugyanolyan. Nem igaz. Szagold meg mind a kettőt, és mondd meg, hogy mi a különbség. Arról próbálsz meggyőzni, hogy a fagyasztott étel jobb, mint a friss? Nem fagyasztott. Az átkozott fagyasztóban voltak. Frissen veszed őket, bezacskózod, leméred, és lefagyasztod. Igen. Aztán reggel igen. Kiveszel tizet, kiengeded, hagyod, hogy álljanak a saját levükben, aztán megsütöd. Igen, így van. Igen. De te a szagát kritizálod. Ugyanolyan a szaga, mint ennek itt. Óceán friss illatú. Tényleg. Tehát ugyanolyan a szaga fagyasztás után. Nem mindegy, hogy egy év telt el, vagy egy nap. Oh. Jó van. Fogalma sincs, miről beszélsz. Oh. Frissebb illatuk van utána. A fenébe. Jó, te bolond vagy. Frissebb illatuk van fagyasztás után. Ugyan már. Bárki, aki ebben a szakmában... Mi van? Akárki legyen. Első szabály az iskolában. A friss ételnek nincs jobb illata, és nem finom a fagyasztás után. A kagylóféléket soha nem szabad lefagyasztani. Te meg azt akarod bemagyarázni, hogy ez friss? Az. Mi alatt Ramsay Chef tovább magyarázza, hogy a bevett gyakorlatok hogyan rontják az ételek minőségét. A friss étel nem jobb illatú és nem finomabb! Fagyasztás után! Tom továbbra is tagad. De... Nem számít, fagyasztott vagy sem! Nem számít, fagyasztott vagy sem! Nem! Megpróbálsz meggyőzni, hogy ez az idióta viselkedés elfogadható. Tényleg azt hiszed, hogy a vendégek örömmel fizetnek egy ilyen... fagyasztott, gyorsan kiolvasztott szemétért. Abban a hitben vannak az étkezőben, hogy amit készítesz, az friss. Nem fogsz meggyőzni arról, hogy ez jobb, mintha friss lenne. Érted, hogy miről beszélek? Igen. Hála az égnek, hogy nem vagy olyan makacs, mint ő. Ha nem ízlik az ételem, ne is szólj hozzám, nem kell. Istenem! Borzasztóan szégyellem magam. Megszakad a szívem, mert nagyon büszke voltam erre. És ma este kiderült, hogy nem kellene annak lennem. Köszönjük. Ez gusztustalan. Apám makacsága nem engedi, hogy feljebb lépjünk innen. Innom kell. Andrea, ez így nem mehet tovább. Apád tagad. Egy olyan vitát akar megnyerni, aminek semmi értelme. Üdv az életemben. Engem akar meggyőzni, hogy jók a röhelyes módszerei. Nem tudja, hogy rosszak. Akarom ezt az üzletet, de azt akarom, hogy jól működjön. És attól félek, hogy mire eljön az én időm. Mihez kezdek vele? Semmi nem marad. Vége. Ettől félek. Segítened kell meggyőzni arról, hogy mostantól befejezzük a... fagyasztást. Nélküled nem megy. Oké. Okay. Reggel találkozunk. Köszi. Jó ét. Tom szerint a helyiek szeretik az ételeiket. Hello! Szia! Örvendek, ülj le! Ramsay Chef korán kell. Mit szólnál néhány híváshoz? Jöhetnek. Hogy meghallgassa őket. Sütőtökös raviolit ettem, és emésztési problémáim lettek. A hal és a zöldség pépes volt. Az étterem elavult, régi módi. Segítségre van szüksége. Most, hogy megkapta a bizonyítékot arra, amit sejtett, Ramsay Chef visszamegy az étterembe, hogy szembesítse Tomot és a többieket. Sziasztok! Szia! Szia! Hello, Chef! Először is, a legfontosabb, amit felfedeztem az itt létem alatt,
az az, hogy sok mindent rosszul csináltok. A tegnap durva volt. Jó. Ma reggel szerepeltem az egyik helyi rádióállomás élő adásában. Hirtelen elkezdtek betelefonálni. Sokan. Egymás után panaszkodtak. Hadd mondjak valami nagyon fontosat. Azért vagy ebben a helyzetben, Tom, mert az egész üzlet a te irányításod alatt áll. Miért vagy ilyen akaratos? Nem vagyok akaratos. Csak ez volt a bevett gyakorlat. Szerintem nem. Tom a saját feje után megy. És nem érdeklik az alternatívák. Tehát mindenkinek el kell fogadnia. És a döntéseinek mégis hány százaléka jó? Én úgy gondolom, hogy 50-50. Na hát. Tom, jól figyelj. Nem akarhatsz ilyen terheket hagyni a lányodra. Pontosan. Most az a feladatod, hogy olyat tegyél, amit az elmúlt 7 évben nem tettél. Változz meg. Néha leragad az ember. Mentálisan, fizikailag, gazdaságilag. Nincs kiút, és csak reménykedni lehet abban, hogy jobb lesz. És én kifejezetten hiszek abban, hogy jobban fog menni az üzlet, ha változtatunk a dolgokon. Oké. Remélem, hogy apám készen áll, mert nagy változásra van szükség. Változni kell. Azonnal. Bízom benned. Kell a segítséged. Hajrá! Nélküled nem megy. 100%-ig támogatni foglak. A folytatásban minden most dől el. Gyerünk, fiúk, rajta! Tom átengedi Andrának az irányítást. A lazac közepe nyers. De képes a konyha teljesíteni. Ugyan már! Mindenki, állj! Most, hogy Tom készen áll megváltozni. Jobban néz ki, mint a tegnapi. Igen. Ramsey séf néhány helyi lakossal. Nézd, milyen szép. Be akar bizonyítani valamit. Szia! Hozok valami frisset. Figyeljetek, 2 fasírt. A baloldali pulykából készült. Mellette pedig egy hagyományos fasírt látható. Mindkettő friss. Ránézésre milyenek? Gyönyörű. Nagyon szép. Mindkettő gyönyörű. Helyes. Fogjatok egy-egy villát. Jól kell kinézniük, de a puding próbálja az evés. Séf. Én ilyen finomat még soha nem ettem. Fincsi. Jó, be kell vallanom valamit. Oh-oh. Ezeket valójában a vendégeitek csinálták. Hűha. Egy valamit meg kell értenetek. Ahhoz, hogy megmaradjon az étterem, jobbat kell kínálnotok, mint amit ők csinálnak otthon. Ennyi. Rájöttem, hogy most azonnal meg kell változnunk ahhoz, hogy jobb legyen. Tudjátok mit? Vak voltam. Készen állok a változásra, mert bízom a tapasztalatában. Akarnod kell. Abszolút. Most, hogy Tom tisztában van a múltbéli hibáival, Ramsey séf és csapata nagyobb sebességre váltanak, hogy új egyéniséget adjanak az étteremnek. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Tom, amikor megvetted az éttermet, nem változtattál? Nem nagyon. Maszkot le! Na hát! Istenem! A mindenit! Álmodom! Gyönyörű! Istenem! Koncentrálj! Koncentrálj! Örülsz? Igen! Eltűnt az áfonya színű előtte. Fal, az áfonya színű szalvétákkal együtt. Utána. Most gyönyörű, modern, kékes szürke. Eltűntek a ronda banket székek. Előtte. Helyett utána. Bájos, autentikus faszékek vannak. Csodálatos. Gyönyörű. Nézzétek a recepciót. Előtte. Megtisztítottuk. Szép. Utána. Zsalukkal díszítettük. Mennyire jó már. Otthonos. Hihetetlen. Jöhet a többi? Igen. Jól van, menjetek. Istenem, a boxok. Várjatok. A boxok miatt klaustrofóbiája támadt az embernek.
Utána. Világosabbá tettük az étkezőt. Több benne a hely. Ez gyönyörű. Itt vannak ezek a gyönyörű tányérok. Tudom, hogy görög vagy, és vannak hagyományaitok. De ezeket ne törd össze! Ez elképesztő, mintha egy új épületben lennék. Egy új hitching post. Örülsz? Mi az, hogy? A változások, a csillárok, a színek, a fotók. Minden gyönyörű. Mindezt egy éjszaka alatt. Ez a leghihetetlenebb, amit valaha láttam. Nincs nálam boldogabb. Ez Amerika. Hogy passzoljanak az új arculathoz? Gyertek, Léci! Az ételeket és az elkészítési módjukat is megváltoztatták. Friss ételek. Szokjatok hozzá, hogy ki fogtok fogyni bizonyos dolgokból. Egyetértek, igen. Kezdjük az elején. Finom házi kagylóleves. Gyönyörű. Héha. Mellette a New England homártekercs. Igen. Sült lazac. Na hát. Fűszeres vajjal, spárgával és krumplival. Fasírt. Szép. Bacon betekerve, mellé krumplipüré, zöldbab és kellemes ketchup szósz. Imádom. Nézzétek, milyen jól néz ki. Gyönyörű. Pontosan. Elképesztő. Rajta. Na jó, nézzük. Istenem. Finom. Mintha egy új helyen lennék valahol máshol. Kiváló. Bármit is rendelnek az új étlapról, garantálom, hogy elégedettek lesznek. Azt hittem, hogy az én levesem jó, de ez kiváló. Soha nem ettem jobbat. Ez az igazság. Remek lett. Tetszik, apa. Imádom. Olyan szép. A folytatásban eljön az újranyitás estéje. Gyerünk, fiúk, rajta! Tom és Andrea. A lazac közepe nyers. Izgulhat. Áj, áj, áj! De vajon boldogulnak az új étlappal? Áj! Az újranyitás estéjére minden megváltozott. Tudod, mi lesz a fagyasztóban? Jégkrém. Jégkrém! Új dekoráció, új étlap és új főnök irányít. Sok dolgod lesz. Oké. Nem kell más színvonal, határozottság. Oké. Nyomás. Oda kell tennem magam, nekem kell irányítanom. Fontos, hogy jól csináljuk. Kezdjük. Sok sikert. Jó estét, hogy vannak? Jöjjenek. Cézár saláta? Igen, van. Fish and chipset kérek. Érezzék jól magukat. Ha bármit tehetünk, szóljanak. Oké? Rendben. Rajta, fiúk. Kezdjük a 23-as asztalt. Két kagylóleves, cézár saláta. Két leves, cézár saláta. Csináljuk. Remek. Már kész is. Köszi. Hölgyeim. Előétel a 23-as asztalnak. Mi a következő? Csak így tovább. Két lazac a 25-ösnek. Itt van. Hölgyeim, kész van. Köszi. Várj. Egy stroganoff, egy scampi, egy fasírt és egy borda. Oh. Jaj, ne már. Nézd ezt. Ez nyers. Istenem. Dugd bele az ujjad. Te vagy az utolsó emberük. Ők meg kapkodnak. Állj! Állj, állj! Mindenki! Figyelem! A lazac közepe nyers. Kérek egy halat most azonnal. Nézzetek rám! Nem azért dolgoztunk ilyen keményen, hogy kidobjuk az ételeket. Ő az utolsó emberetek. Ne adjatok neki nyers lazacot. Gyerünk! Szedjétek össze magatokat! Egy ilyen kis hiba mindenkit kizökkent. Félek, mert azt akarom, hogy minden jól sikerüljön. Andrea, csinálj valamit! Gyerünk! Meddig várjak arra a lazacra? Fejezd be azt az asztalt! Gyerünk! Tessék! Lányok, vihetitek! Mehet! Köszönöm! Szép! Jól van! Várom a 30-ast és a 26-ost! Mindjárt! Köszi! Andrea, ügyes vagy! Pincér! Hajrá! Köszi! Meg tudod csinálni! 26-os! Nagyon szép lett! Ugye? Finom! Nagyon friss! Több, mint jó! Sokkal finomabb! Jól van, az utolsó három! Rajta, Dan! Csak így tovább! Igen! Csak így tovább, Andrea. Kész. Megvan? Carla, 29-es asztal. Andrea, nagyon ügyes vagy. Boldogabb nem is lehetnék. Mostantól csak frissen főzünk. Minden nap.
Ramsey Schiff bebizonyította nekem, hogy csak így lehet. Szép volt, szép csapatmunka. Nagyon ügyesek voltatok. Jól ment, ugye? Nagyon. Szerintem nem bízott abban, hogy meg tudom csinálni. De bebizonyítottam neki, hogy képes vagyok rá. Nagyon örülök. Andrea, beszélhetnénk egy kicsit? Ülj le! Andrea, nagy nap ez a számomra. Szeretnék valami nagyon izgalmasat mondani. Átadom neked az éttermet. Végeztem. Értem. Viseld gondját. Azt akarom, hogy sikeres legyél. Mindig itt vagyok, ha szükséged van rám. Tudom. Szóval, rajta, mutasd meg neki. Rendben. Jó? Szeretlek. Én is téged. Köszi. Mondd el a férjednek. Nagyon nehéz volt megtennem, de ezt akarom. Pontosan ezt akarom. A lányom keményen dolgozik. Nagyon sikeres lesz. Nagyon. Nagyon boldoggá tetted. Ideje volt már, és megértem, hogy ideges vagy. De meg tudja csinálni. Tudom. Oké. Két kiváló tanítója volt. Megcsinálja. Köszi. Oké, mondok valamit. Micsoda elképesztő újranyitás, ugyan? Na, milyen érzés? Remek. Fantasztikusak voltatok. Mindenki. Köszi. Jobban érzem magam, mint valaha. Andrea megérdemli, és az övé. Szívem mélyéből. Az, hogy eljutottunk idáig, hogy apám rábólintott arra, hogy feljebb lépjek, és átvegyem a vezetést. Csodálatos. Kösz, apa. Szép munka volt. Hála neked. Éljen. Jó ét. Köszi. Én vagyok a világ leghálásabb embere azért, amit a séf értem tett. Ramsey Schiff bebizonyította, hogy átadhatom a lányomnak az éttermet. Most nem is lehetnék boldogabb. Soha nem hittem volna, hogy sikerül meggyőznöm Tomot. Milyen egy makacs ember. De amint felfogta, hogy a lánya miatt csinálom, megváltozott. Öröm volt vele dolgozni. Határozottan hiszek Andreában. És így, ennyi év után, most már az apja is. Hű, fagyasztott fasírt, áfonyással, ez neki görög. Miután Ramsey Schiff elment, Tom megtartotta ígéretét, és Andreára bízta az éttermet. Uraim, kezdhetjük a négyes asztalt! César és Chili! Az Old Hitching Postból nem csupán egy sikeres étterem lesz. Kiváló! Remek, köszönjük! Hanem általa teljesülni fog egy apa álma is. Úgy örülünk! A következő részben Ramsey Schiff találkozik egy háborúzó testvérpárral. Minden nap itt vagyok. Nem vagy itt minden nap. Akik tönkreteszik apjuk éttermét. Szégyeld magad! A vendégtér mocskos. Gusztustalan! Az étel visszataszító. Látod a penészt? A konyha pedig életveszélyes. De hát ez rohadt! Ezt a részt nem fogom így folytatni. Önök se hagyják ki. Bezárni! A magyar változatot a CLT UFA SA megbízásából a hangképszinkron csoport készítette.